Tehát igazából mi azért nem azért vagyunk itt, hogy megismertessük magunkat az osztrák vadászokkal, hiszen régóta vannak vendégeink a német nyelvterületekről, hanem a kapcsolattartás nagyon fontos itt, hiszen a vendégek sokkal jobban szeretik azt, hogy idejönnek, személyesen felveszik a kapcsolatot, elmesélik a tavalyi évi élményeiket, és egy pohár bor vagy esetleg csésze kávé mellett megbeszéljük a jövő évi terveinket. Én azt gondolom, hogy a tradicionális dolgokra szoktunk mi alapozni. Olyan sok újat nem tudunk itt mutatni. Természetesen mindig hozunk egy-egy érdekes trófát az előző vadászati évből, ami felkelti az érdeklődést, de olyan túl sok újat azért nem tudunk mi itt mutatni. Én azt gondolom, hogyha elhangzik bárhol a környező országokba, vagy akár Európába, az, hogy magyar állami erdőgazdaságok, az már egy védjegy. Az garancia arra, hogy a vendég jól érzi magát, megfelelő szolgáltatást kap, udvarias kíséretet, a vadászházak minősége kiváló, és az, hogy egy eredményes vadászélményben lesz része. A német és az osztrák vadászok mellett vannak-e olyan országok, ahonnan érkeznek vadászemberek, és ami egy kicsit meglepő is lehet akár nem csak nekünk, hanem a ott dolgozóknak? Én azt gondolom, hogy egyre inkább érkeznek például cseh vagy szlovák vendégek, különböző kontinensekről is, tehát nagyon sok ausztrál, amerikai vendég, egyre jobban érdeklődik a hazánk iránt, és a spanyolok. A spanyolok. Én azt gondolom, hogy egyre inkább ők is érdeklődnek a magyarországi vadászatok iránt. Hogy tudjátok összehozni a különböző országokból érkező vadászati szokásokat, hogy ne legyen zavaró számára, hanem inkább élményszerű, hogy ezt hogy tudjátok megoldani? Igen, nagyon jól tudjuk azt, hogy más országokban vagy más kontinenseken nem ezek a hagyományok élnek, mint ugye a tipikus magyar vadászati hagyományok. Viszont én is azt látom, hogy élvezik azt a vendégek, hogy tetszik nekik, hogy mi egy tradíciót követünk, és ezt próbáljuk nekik is átadni. Tehát soha nem tolakodóan kell ezt, viszont nekünk attól függetlenül, hogy más nyelvterületről érkezik a vendég, a saját hagyományainkat tiszteletbe kell tartani, és igen, azt gondolom, hogy nekik tetszik ez is, és élvezik, hogy egy újat láthatnak nálunk. Az a munka, amit itt végez, ez a lelkes magyar csapat, ennek milyen hatása van, vagy van-e hatása a következő vadászidényre? Én azt gondolom, hogy úgy nincsen hatása, hogy itt szerezzük meg az új partnereket, hiszen, mint mondtam, rengetegen visszajárnak, viszont igenis kell az, hogy itt legyünk ahhoz, hogy fenntartsuk ezt a kapcsolatrendszert.